A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség nyilvánosságra hozta az átláthatósági nyilatkozatot vissza nem küldő cégek listáját. A mulasztás miatt az érintett 750 céggel, szervezettel szemben megkezdik az elállási eljárásokat, ezzel elveszítik a korábban számukra megítélt támogatást. Azok a pályázók szerepelnek jelen pillanatban ezen a listán, akik nem tettek eleget adott szolgáltatási kötelezettségüknek, és a szeptember 1-e óta én már 3 alkalommal kiküldött nyilatkozatra, hogy mutassák be tulajdonosi hátterüket, nem válaszoltak, nem küldtek be semmilyen dokumentumot. Összességében ez mintegy 800 jelentési projektet, mintegy 750 pályázót, civil szervezetet jelent, és ezeknek a projekteknek az összköltsége mintegy 50 milliárd forintot jelent. A fejlesztés politikáért felelős helyettes államtitkár hozzátette, ha az érintettek hitelt érdemlően bizonyítani tudják, hogy megküldték a nyilatkozatot, de az valamilyen adminisztrációs hiba miatt nem jutott el az NFÜ-höz, akkor mentesülnek a szankció alól.